Müller János a vendégünk. Jó estét kívánok! Üdvözlöm. Jó estét kívánok! Bevallom őszintén, engem meglepett sok mondata tegnap Róna Péternek, meglepő dolgokat mondott. Az egyik, amit hallani hallhattunk már úton útfélen, de mondjuk közgazdásztól így premierplán élesben talán még nem, amikor is azt mondta, hogy gyakorlatilag a jó Isten se tudja, hogy a bankok hogyan számolják ki, mi alapján számolják ki a törlesztő részleteket, milyen árfolyamot vesznek figyelembe, milyen felárat vesznek figyelembe. Gyakorlatilag azt mondta Róna Péter, hogy önök, most személyesítem a bankszférát önnel, azt csinálnak, amit akarnak. Ott vágnak át minket, ahol akarnak, ezt már én mondom. Igaz? Hát a beszélgetést tegnap néztem, és engem nem meglepett, hanem megdöbbentett az, amit Róna Péter úr mondott. Először is azt döbbentett meg, ugye az nem baj, hogy azt mondja, hogy neki van megoldása a jelenlegi devizahitelesek problémáinak a megoldására, vagy van kezelésére. Na de amikor elmegy odáig, hogy ennek az is lehet az ára, hogy több bankot, vagy az egész magyar bankrendszert bedöntik, államosítják, mert ugye a kérdésre azt mondta, hogy olcsón lehetne államosítani, hiszen a csődbe ment és tőkéjüket vesztett bankokat nagyon olcsón meg lehet venni. Meg lehet venni, össze hát, lehet vonni. Csak ugye hadd említsem meg azt, hogy jelen pillanatban 3000 milliárd forint a bankoknak a saját tőkéje. 6500 milliárd forint a magánemberek betétje, bankbetétje. 13000 milliárd forint az önkormányzatok és a vállalatok betétállománya. Hát ez a pénz mind eltűnne, szóval egy szörnyű káosz következne be, összeomlana a magyar gazdaság, és ebben az esetben, amikor azt mondja, hogy, és most visszatérek a kérdésre, hogy egy független bizottságot kellene fölállítani, amelyik kivizsgálja a bankok tevékenységét és hitelnyújtási kondícióit, akkor hozzátette, hogy ennek a bizottságnak nem lehetne tagja, például a kormány, például a PSZF és a Nemzeti Bank, mert ezek hiteltelenek. Hát, hogy na most, a politika megkoptatta őket. Én ezt a hiteltelen szót hallottam, ezt, amit azért tartok egy kicsit túlerősnek, mert ugye, bár nyilvánvalóan közgazdászként volt itt, de ebben az esetben nem lehet eltekinteni attól, hogy ő a Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottságának az egyik tagja. Igen. Tehát amit mond, annak súlya van. És igaza van, és most én nekem nem tisztem most éppen őt védeni, fordított esetben mondjuk önt védeni Róna Péterrel szemben, csak bizonyos szintig, meg külsően a gondolataikat kitalálni, de a szövegkörnyezetből úgy derül ki, hogy Róna Péter arra utal, tehát hogy azért hiteltelenek, megkoptatta a politika a hitelüket, tehát ki az MNB-re fújt, ki a PSZF-re fújt, ki a vezetője, ki kit váltott le, tehát így értette ő. Én is a teljes tisztelet hangján szeretnék beszélni, csak az az aggályom, hogy ennek az ilyen típusú, bár nem tudjuk, hogy milyen felhatalmazással rendelkező bizottságnak, gyakorlatilag a létrehozása a jogállamiság lebontását jelenteni egy másik oldalról. Igen. Hát igen, mert ugye a törvények alapján működő Nemzeti Bank és a PSZÁF az ő véleménye szerint képtelen a feladatait ellátni, és most érek vissza benne van, igen. A kérdésére, hogy ugye akkor viszont a bankok azt tesznek, amit akarnak, tehát teljesen átlátható. Hogy számolják ki a törlesztő részletet? Én egy példát mondtam tegnap is, most csak azt tudom mondani, bár tudnék százat. Van olyan kollégám, akinek akkor, amikor még jobban állt a forint, tehát mondjuk januárban magasabb volt a törlesztő részlete, mint most, amikor mondjuk az utolsó hónapban, amikor már eszméletlenül megerősödött a svájci frank. Hogy számolnak a bankok? Egyszerűen tényleg nem látunk bele. Hát, hogy belelátunk-e vagy nem, az ugye természetesen, most én ezt nem tudom megmondani, de hoztam egy kis füzetet, nem tudom, hogy a kamerának meg lehet-e mutatni. Ezt a kiadványt a PSZÁF 2000 óta kötelezően kiadja, és a bankoknak kötelező minden devizahitelt fölvevő ügyfélnek odaadni. Ez arról szól, hogy mi a devizahitel, és milyen kockázatai vannak, és hogyan számolják ki a bankok a törlesztő részleteket. Na most, ezt most látom először, de kíváncsi vagyok, hogy itt a kollégák körében, akinek devizahitel van, kapott-e ilyet? Hát ezt én nem tudom ellenőrizni, de szeretnék. Egy már mondta a fülembe, hogy nem, egy devizahitel, kettő nem, még hát devizahiteles. Akkor vesztésre állok, de
De szóval hadd válaszoljak a kérdésre, tehát mindenek előtt azt szeretném mondani, hogy a hitelszerződésekben egyértelműen rögzítik azt, hogy az adott devizában felvett hitel törlesztő napján a most már tavaly óta vagy a bank jegyzett középárfolyamát, vagy a Nemzeti Bank hivatalos árfolyamát kell alapul venni. Tehát a törlesztő részlet első meghatározó tényező... Ez csak egy dolog az árfolyam. De mondom tovább. Akkor jó. Ha megengedi, tehát az első tényező az az árfolyam, ami a szerződésben egyértelműen rögzített. A második tényező a kamat. Ez szokta a gondot okozni, hogy a bankok különböző kamatperiódusonként számolják el a kamatokat. Tehát mit azok a kamatperiódusok? Hát az, hogy a kamatot a törlesztési részletekbe vagy három havonta, vagy fél évente, vagy évente egyszer számolják el. Tehát az ön esetében, illetve a kollégája esetében lehet, hogy az okozta, én ezt nem tudom, látnom kellene konkrétan az ügyet, az okozhatta a problémát, hogy például az a bank, ahol én dolgoztam, ott éves kamatperiódusok vannak, tehát januárban számolják el a kamatot. Na most éppen készülve a mai beszélgetésünkre 5 évet vettem, az egy kerek szám, tehát hogyha valaki 2006-ban vett föl svájci frank alapú hitelt, és akkor a svájci frank árfolyama 151 forint volt, és most 230, kerek számot mondok, akkor ugye az árfolyam hatás az 60%, tehát ha valaki 100-at vett föl, 160-at kell fizetnie, és akkor jön még a kamat hatás. Mondjuk, hogy volt 3,5% a kamat, és most 7,5%. Azt mondom, mitől lesz? Hát itt jön a, megint kénytelen vagyok sajnos a tegnapi beszélgetésére visszatérni, igen? Mert Róna úr itt nem mondott kevesebbet, mint azt, hogy az ország megítélése és az ország kockázati felár semmilyen hatással nincs. Én meg mindig önöktől hallom, hogy az ország kockázati felára bizony ebben nagyon döntő tényező. És ezt most is szeretném megerősíteni, hogy nem csak a kamatra, hanem az árfolyamra is hatással van. Az országkockázati felár 2008-ban, a válság kitörése előtti két hónapban 120 bázispont volt, most pedig 320. Tehát közel háromszorosát. Ez nem igaz, hogy a bankok nemzetközi hitelfelvételére ez nincs hatással, mármint a kondíciókra. Hatással van. Tehát visszatérve a témára, tulajdonképpen ezek a tényezők, és van még a kezelési költség. Van még a kezelési költség, ezek határozzák meg a törlesztő részleteket. Na most azt szeretném mondani, hogy tavaly kormányrendeletben írták azt elő, hogy kamatokat a bankok milyen esetekben emelhetnek. Konkrét kormány, hadd ne soroljam föl. Tavaly kormányrendelet határozta azt, vagy írta elő, hogy szerződésmódosítás egy oldalon milyen esetekben lehet fogadatosítani. Tehát lehet, hogy áttekinthetetlen a bankok kondíciószámítása. De ellenőrzött? De ellenőrzött. Még egy dolgot hadd tegyek hozzá, hogy a magunk szempontjából mi őszintén azt is egy pozitív fejleménynek tartjuk, hogy most már másfél éve a pénzügyi intézmények vagy szolgáltatók fogyasztóvédelmi felügyeletét egy szervezet, a PSA látja el, korábban ez széttagolt volt, és bizonyabb száv szigorúan ellenőriz és szankcionál is, ami jó. Egyetlen egy dolgot mondjon meg nekem, és ez az egésznek, az egész beszélgetésünknek, meg a sok évi beszélgetésünknek az alapja. Oly sokszor kérdezik tőlem, ráadásul már nehéz helyzetbe került devizahitelesek, hogy az egész történetükben azt nem értik, hogy akkor, amikor ők felvettek egy hitelt, svájci frank alapú hitelt a banktól, akkor ugye ők soha az életben nem láttak svájci frankot így a kezükben, hogyha szabad felhasználású hitel volt, ha építkezésre jelzáló hitel, akkor se kaptak svájci frankot,
hanem forintot. Akkor miért hivatkozik a bank, és ezt most szerintem nagyon sok embernek a félreértését tudjuk tisztázni, miért hivatkozik a bank mondjuk minden hónapban az ország kockázati felárára, a svájci frank árfolyamára, hiszen igazi valós svájci frank pénzmozgás, hogy én ezt megvettem, neked odaadtam, az nem történt. Megpróbálom a tőlem telhető legjobbat nyújtani, a legegyszerűbbet, igen. Tehát először is, amióta deviza alapú hitelezés Magyarországon van, a törvényes fizetőeszköz a forint, tehát a bankoknak az érvényes hitel- és pénzintézeti törvény alapján lehetőségük volt deviza alapú, tehát devizában hitelt nyújtani. Ezt de értjük, csak még nem volt pénzmozgás, deviza pénzmozgás. Most jön az, hogy miért nem, mert a törvényes fizetőeszköz a forint, tehát a bankoknak ezt a devizában nyújtott hitelt át kellett számítaniuk forintban, és az ügyfélnek a részleteket forintban kell visszatörleszteni. Ez az első tétel, ez talán érthető. A második tétel az, hogy a bankok hosszú lejáratú lakásépítési kölcsönöket nyújtanak, tehát 15-20-25 évre, viszont nekik a kasszában mindig annyi pénznek kell lenni, amit kiadtak. Na most a bankok egyre rövidebb futamidejű hitelt tudnak külföldről fölvenni, mert a svájci frankban nyújtott hitel mögött svájci franknak kell lenni a kasszában, és ennek pedig állandóan változik az ára. Ezt pedig mindig be kell szerezniük. Így van, na, és ennek az árfolyama függ az országkockázati megítéléstől, és a kamat is. Szerintem most nagyon sok mindent tisztáztunk, köszönöm szépen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm.